Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. A szózat soraival kezdte meg ünnepi beszédét Herczig Lászlóné önkormányzati képviselő az október 6-ai megemlékezésen Tolnán. A hagyományokhoz híven idén is a Szent István Parkban felállított emlékműnél tartották meg a Nemzeti Gyásznapot. 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost, az első független magyar kormányminiszterelnökét Budapesten főbelőtték. Ugyanezen a napon Aradon 9 vértanút a megalázó kötél által, 4 mártírt pedig golyó által végeztek ki. A képviselő beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a magyar emlékezet sok-sok emberöltön keresztül megőrzi, nem engedi eltűnni mártírjai csodálatra méltó cselekedeteit. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstelen. Bonyhádon minden évben fáklyás futással vonulnak az emlékezők a Kálvária dombra, ezúttal egy rövid műsort követően Gábor Zsolt muzeológus mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy október 6-án meg kell emlékezni az aradi vértanúkról, illetve azokról az egyházi és világi személyekről, jegyzőkről is, akik szintén a megtorlás áldozatai voltak. Milyen a sorskereke? Az uralkodó ugye el fogja majd veszíteni később a saját édesfiát, Rudolfot, el fogja veszíteni a feleségét, Sziszit, el fogja veszíteni az unokatestvérét, Miksát, akit még Mexikóba végeznek. Ugyanilyen a kivégző osztag előtt fog meghalni, amilyen kivégző osztag előtt Batthyány Lajos kivégezték. A megemlékezés zárásaként a város és intézmény vezetők, valamint a település egyesületei koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket.